Mi ez a rettentő fos idő? Nem akarom. Nem akarom, hogy Floridában ilyen idő legyen. Napot akarok, és edzés után napozni. Úgyhogy jó lesz, ha összeszedi magát a természet, mert a héten amúgy is olyan ideg állapotban vagyok, hogy nincs arra időm, hogy még itt természetes foglalkoznom kelljen. Érzem már azért a jeleit annak, hogy már csak 4 napon vissza a mérlegelésig, ezzel együtt, és 5 nap ugye a versenyig. Úgyhogy kicsit ingerlékenyebb vagyok. Plusz ugye hát nem is ezek úgy, ahogy azt én szeretném. Ezeknek a jelei elég erősen megmutatkozik a hangulatomba. Ne aggódjatok, azért továbbra sem fogok megölni senkit, és nem gázolok el senkit az utakon. De érezhető, hogy nem vagyok az a legjobb társaság. Hát sajnos ez ilyen. Majd a mérlegelés után, amikor már tudtam menni, sőt másnap, mikor már tudtam menni sztéket is, vagy valami hasonlót, mert azt meglátom, hogy hogyan fogja bírni a gyomrom a feltöltés, akkor már azért jobb leszek. Plusz aznap, amikor van a verseny, akkor valahogy mindig jobban érzem magam, mert akkor tudom, hogy ott véget ér az, amiért küzdöttem, és már csak meg kell mutatnom, hogy mit tudok. Úgyhogy az a nap az jobb lesz. Hú, készen 40 perc futás. Most még egy kicsit hasazok, meg egy kicsit árnyékolok, aztán megyek fel pihenni. És akkor este megint elmegyek pirkóz edzésre, egy jitsu edzésre, azt már lazán csak. Utána átmegyek még a crunchba, nyomok meg én egy óra biciklizést, meg szerintem egy kis szaunázást. Egy szépen lehasúlyom úgy. Eszek most valamit, de azért odafélek arra, hogy ne annyira tömény és ne annyira nehéz kaja legyen. Ezért csak ilyen pufi rizsát fogok enni, vagy hogy hívják ezt. Ezt a cumót. Ez faforgács, olyan íze van. Uá, de süt a nap! Pont bele a pofátokba. Fáradt vagyok egy kicsit, úgy érzem, de van banánom, meg van teám, ami energiát fog adni. Csak a pufin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. Meg már úgyse lesz olyan kemény edzés, lehet, hogy előbb ide is fogok jönni egyébként, mert én most ezt csak azért csinálom, hogy benne maradjak a stílusba, meg az érzésbe. Végeztem az edzéssel, eljöttem otthonról 9:30-kor, most van 1 óra. Ez alatt a 3 és fél óra alatt tekertem 1 óra 40 percet, ezt lehet, hogy láttátok fenn Instagramon. Ha nem követsz még, akkor kövessél be, ezt el kell mondani, ezt hallottam most a videókba. Aztán csináltam 2x10 perc szaunázást, illetve 1x15-öt. Olyan szinten megizzadtam, hogy ami rajtam volt ruha már nem tudta fogni az izzadságot, és a bicikli mellett szabályosan egy marha nagy, sajnálom, hogy nem vettem fel, de egy tócsa alakult ki. És hívnom kellett a takarítót, hogy takarítsa már fel, mert ezzel nem lehet mit kezdeni. De tényleg nagyon nagy volt. Plusz a cipőt, amiben edzettem, azt ki lehet dobni szerintem a picsába. Mérlegkísérlet indul. . 166, szóval még egy pand van rajtam. Egyébként amikor ráléptem az előbb kamera nélkül, most nem tudom, hogy ez van-e 1 kg vagy 0,700 deka, aztán lehet, hogy van annyi. Nem hiszem. De mindegy, lényeg az, hogy kamera nélkül 165 voltam, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem sok hiányzik, hogy meglegyen. Nem akarok ma már sokat edzeni, csak a Thai box edzésre akarok elmenni. Arra is csak azért, hogy egy kicsit üssek a Thai box edzővel, ő szokott velem iskolázni, meg hogy egy kicsit mozogjak, illetve neki is megköszönjem azt, hogy segített felkészíteni. Aztán az megvan, az 1 órás az edzés, vagy másfél, attól függ, hogyan tartja. Akkor jövök haza, és pihenek,
érzem azt, hogy az izmaim körcsölnek egyébként, mert hát ugye nincsen bennem túl sok víz, úgyhogy pihenni kell most már. Most keltem fel. Szerda van, úgyhogy azt jelenti, hogy még egy nap a mérlegelésig. 4 körre kell majd oda mennem ugyanarra a helyre, ahol lesz a verseny is, úgyhogy majd lehet majd látni. Nyilván visszem majd magammal a kamerát is, és fel fogom venni. A súlyom az megvan. Igazából a súlyom alatt vagyok a mérlegünk szerint. 164,8 pandot mutat, ami eléggé jó. Ugye ez az itt annyi ezzel az aggodalom idézőjelben, hogy reggel mértem, ugye felkelés után, amikor az ember már be van száradva, meg ugye ideje már nem evett, meg vécézni is volt, úgyhogy ez egy elég nyers súly. Egy magam fogok elmenni edzeni, egy kicsit akarok futni, meg akarok egy kicsit árnyékolni, kinn a szabadba, kinn, hogy jól érezzem magam, aztán meglátom, hogy mi fog ebből kisülni, mert nem fog esni az eső. Természetesen egy kamionnak pont mellém kellett beállnia. Sajnos ez a kamionos ma nem folytatja tovább az útját. Érzem már a... Hát nem is azt mondom, hogy idegesség, hanem inkább az izgulásnak a jeleit. Szociális lettem, annyira nem akarok beszélgetni emberekkel. El vagyok most így egymagam. Ezeket a videókat is úgy vagyok vele, hogy megmondom őszintén, hogy most csinálnám, meg inkább nem. Mert annyira magammal akarok foglalkozni és a gondolataimmal, de tudom jól, hogyha most megcsinálom, és akkor utána jövő héten, hogyha visszanézem, akkor meg marha jó lesz. Úgyhogy azért is megcsinálom. Szóval megyek, most itt vagyok a parkba. Majd mutatom a képeket. Megyek futni, utána pedig árnyékolok. Nézzétek meg, hogy sikerült. We feel the same, this ain't no game. Your love is my guiding light that sees me right. And don't you know, we'll have it all, I won't let you fall. Your love is my guiding light that sees me right. And don't you know, we feel the same, this ain't no game. Your love is my guiding light that sees me right. And don't you know, we'll have it all, I won't let you fall. Your love is my guiding light that sees me right. And don't you know, we feel the same, this ain't no game. Meg volt a futás, és igazából most videózok, mert azt gondoljátok, hogy bárki valamilyen operatőr lenne velem, ott nincsen senki. Egyedül csinálom mindezt, amit láttok, egyedül mozgatom a kamerát, össze-vissza. Amit láttok körülbelül 2 percben, az olyan fél órás műveletem eddig felveszem, hogy rakjam össze-vissza a kamerát. Most is így történt, lefutottam a köreimet, nem sokat, olyan ennyit futottam, 4 kilométer szerintem. Teljesen lazán, egy 20 percben annyi fért bele. Ugye most már nem akarok keményen edzeni. És a körök után pedig elindultam még egy körre, és rakocsgatom a kamerát ide-oda, és imitálva azt, mint hogyha először futnám végig azt a 4 kilométert, és ilyen rafináltan egy filmes trükkel oldom meg, akár csak a vacsora csatába, amikor az emberek 10 másodperc alatt végeznek egy faszosztékkel. Úgyhogy ezek ilyen filmes trükkök, ilyen hollywoodi trükköket vágok be ide nektek, srácok. Annyira durván szorom már. Megyek, meg volt a futás ugye, most pedig jöjjön az árnyékolás, egy kis mozgással, ami jön, nem tudom még mi lesz. Nézzétek meg! We'll be right back.
killing you the name of. What they told you, you're under control. And now you do what they told you, you're under control. And now you do what they told you, you're under control. And now you do what they told you, you're under control. And now you fall, now you fall, now you fall. Killing you the name of. És végre utom vagyok mérlegelésre, ami egy azért nagyon jó hír, mert aggódnom nem kell tőle, mert simán megvan a súlyom. Most így ruhába méreckedtem, cipőbe, így voltam 164 és ugye 165 pannak kell lennem, úgyhogy simán megvan. De azért nagyon jó ez a hír számomra, hogy utána lehet majd táplálkozni, lehet normális kaját ennem, nem csak a puzis penótot, amit ami marha jó, meg marha egészséges, de azért az ember gyermeke azért megkívánja azt a sztéket. Megérkeztem a helyszínre. Hát még elég üres az aréna, de ez lesz az. Na megvolt a papíros dolog. Annyira ki van száradva a szám, hogy alig tudok beszélni, de nem nagyon akarok már inni. Tehát alá kellett írnom három papírt, három formulát. Sablon. De lényeg az, hogy most belettem itt helyezve a floridai boxszövetségbe, és ezt kellett nekem csinálni, hogy aláírnom a dolgot, illetve még egy kicsit fizetnem is kellett, de lényegtelen. Utána mentem a doktorhoz, ott minden rendben volt, jó fej volt egyébként a doktor. Aztán, hogyha az megvolt, utána pedig mentem elintézni a jegyeket. Láttam már egyébként az ellenfelemet, nem magasabb, mint én. Hát így első ránézésre olyan túl sok, hogy nem lehet leszűrni a másikból, meg nem is kell leszűrni. Majd holnap kiderül, hogy milyen. Nagyon magabiztosnak érzem magam, semmilyen fajta feszültséget nem éreztem azáltal, hogy meglátom az ellenfelet, mert nekünk ilyenkor mindig azért elindul egy valami, hogy na, ő lesz az, fú, akkor elkezdem nézni, de nagyon magabiztos vagyok, úgyhogy nem tartok semmitől. A legjobbomat fogom nyújtani, aztán bízzunk a legjobbakba. Next fight, catch weight, 165, Gerben Schultz versus Drew Helder. Gerben, 160. Látjátok, egész jól mentem, jelenleg is 160 voltam. Annyira izgultam, hogy nem lesz meg a súlyom, hogy nem ettem aztán szinte semmit. Azt meg még voltam napozni, és ott is izzadtam nyilván. Meg ugye így száradok be az egész nap folyamán, úgyhogy 160 lettem. 155 is simán meg lett volna egyébként, az elteszem. Az ellenfelem az 164,4, de egyébként annyira nem izgat. Várom már nagyon a mérkőzést. Ja igen, és még most látjátok, a fejemben van egy sapka. Ezt kaptam az elnöktől, mert lehet, hogy a következőkben ez a cég fog szponzorálni, az nem ártana, mert szponzor az mindig kell, úgyhogy ez király, ez egy előrelépés. Következőkben megyek most haza, útközben itt teszem a dolgaimat, amik vannak a visszatöltéshez. Aztán szépen lassan ugye elmegyünk valahol vacsorázni, még nem tudom, mit akarok enni. Mindent tennék, az igazság. Jelenleg mindenre éhes vagyok, úgyhogy majd rá fogom bízni a Zsuzsira, hogy ő döntsön, vagy a valaki másra. A lényeg az, hogy vegyek valami normálisat most már. Úgyhogy ennyi mára, holnap bunyó. Hajrá, Geri! Na, meg volt a meccs. Csak viccelek. Ez a meccs napja. Lejöttünk a Zsuzsival egy kicsit pihenni még a meccs előtt, meg egy kicsit kitisztítani az agyamat. Egyébként eléggé jól érzem magam, és eléggé magabiztosnak. Nem hiszem, hogy bármilyen fajta meglepetést tudna nekem okozni majd az ellenfelem. Határozott győzelemre számítok, de persze azért nem lehet leírni a dolgokat, és oda kell figyelni, és koncentrálni. 6 órakor
lesz a találkozó ott a stadionban, ahol volt tegnap a mérlegelés. Tehát a 7:30-korra tervezik, hogy elkezdik a mérkőzéseket, 8-tól pedig biztosan. Holnap pedig remélhetőleg egy kis beszámolót fogok nyújtani arról, hogy sikerült a mérkőzés, és hogy győztem. Mert győzni kell. Sziasztok! És most már a meccs után vagyunk. Sokatok már biztosan látta Facebookon, vagy Instagramon, vagy akár Twitteren, hogy megosztottam a részletet abból, hogy olyan sikerült a tegnapi mérkőzés. Szerencsére, vagy nem szerencsére, nem tudom, minek lehet felhozni. Nagyon-nagyon bízok, vagy hiszek a kemény munkámba, és ez most tényleg be is bizonyosodott, hogy ez létezik. Én nagyon-nagyon sokat edzettem érte. Heti 10-12-t, és ugye jobb poroggal sikerült végeztem idézőjelbe az emberemmel, 19 másodperc alatt. Nagyon jól sikerült, nagyon sokat jelentett nekem ez a meccs, nem azért, mert maga a meccs, az is, de inkább az, ami mögötte van, hogy ez az első amerikai profi MMA mérkőzésem. És ugye mindenképpen jól akartam bemutatkozni, és valami maradandót akartam hagyni az embereknek a fejébe. Úgy érzem, hogy sikerült ezzel a 19 másodperces kiütéssel. Várom még a visszajelzéseket. Vannak már most egy nap elteltével vannak projektek beiktatva, hogy meg lesznek velem csinálva, mint például az, hogy terveznek velem egy Tampa körüli kocskázós vlog videószerűséget, ilyen interjúval. Sétálunk parkokba, elmegyünk, beülünk kajálni valahol, kicsit ilyen Tampát is bemutatjuk, meg jobban, mélyebben bemutatnak engem. Ez marha jó, ez nagyon tetszik. Aztán valószínűleg lesz egy másik interjú, vagy legalább egy ilyen elbeszélgetés, amikor a Bass után lesz az MMA Talk Show-ba, itt Tampán, és oda is be fognak hívni, és úgymond részt vehetek a beszélgetésben. Aztán van egy másik, van egy szponzorálási lehetőség, egy vodka márkának a szponzorálási lehetőség. Nem tudok még semmilyen fajta konkrétumot mondani, ennél többet, vagy többet mondani erről. Aztán van egy másik, egy ügyvédiroda is eléggé faszérkodik velem, lehet, hogy ott is sikerül valamilyen szponzorálási lehetőséget begyűjtenem. Aztán van egy másik, lehet, hogy fog rólam készülni egy ilyen fotósorozat is. Úgyhogy, mint halljátok, elég sok minden van így most körülöttem, eléggé felgyorsultak az események. Tehát ugye ez Amerika, és itt azért ezt tudnod kell, hogyha nem tartasz lépést a tempóval, akkor elveszel, úgyhogy én aztán megpróbálok mindent kihasználni, meg én megbírom is ezeket a dolgokat, ezt tegyük hozzá. Úgyhogy most az van, hogy egy hétig pihenni fogok. Bemegyek majd edzésre, de mint külső megfigyelő, meg inkább mint egy jó barát úgy fog bemenni az edzésekre. És egy hétig most nagyon nem akarok edzeni, inkább csak pihenni. Úgy is fogok, tehát ezt nem fogom mondani, hogy nem fogok egyáltalán edzeni, de fő a pihenés. Aztán rá egy héttel pedig elkezdem az újabb felkészülés. Úgy néz ki, hogy júliusban lesz egy másik mérkőzésem. Elkezdem már most a felkészülésre, illetve közben készülnek a társaim is a saját mérkőzésük, hogy ott is segítem őket, mint edzőpartner. Ugye ez a dolga egy csapattársnak. És le is zárom ezt a vlog részt. Lehet, hogy egy kicsit zagyva lett, de ezt tudjátok be annak, hogy ebbe az utolsó egy hétben, amikor ugye a küzdelemre készülök, a fejem az pont nem azon járt, hogy hogyan tudnék minél jobb vlog videót csinálni, és miket vegyek fel. Így is próbáltam a maximumot nyújtani ilyen téren is nektek. Remélem tetszett, remélem velem maradtok,
és nagyon szépen köszönöm az eddigi szurkolásokat, illetve a gratulációnyilvánítást. És megyünk tovább, megyünk feljebb, lépésről lépésre, és a cél az meg nem tudom, hogy hol van, az valahol a magasba. Én meg megpróbálok minél közelebb kerülni hozzá. Sziasztok!